19 standnál nem csak nézelődtek, de érdeklődtek is azok, akik munkát keresnek, sőt voltak, akik egyenesen az önéletrajzukkal keresték fel a cégeket. Az állásbőrze összehozta a munkaadókat és az álláskeresőket ma a megyeszékhelyen. Ez a fiatalasszony korábban a szociális szférában dolgozott, majd közel 8 évig az egyik legnagyobb, Nyírbátorban működő, multinacionális vállalatnál alkalmazták, ám onnan eljött és közel egy éve keres állást. Folyamatosan keresem a munkahelyeket, munkanélküli központon keresztül, Facebookon keresztül, mindenhol, ahol csak lehet. Azért jöttünk most erre az állásbőrzére, láttuk Facebookon, és gondoltam, hogy teszünk egy próbát, hogy az ember mégis több esélyt ad magának. Azért csak találunk valamit, mert azért úgy látom, hogy itt elég nagy cégek vannak. Molnárné érettségizett, szakmát nem tanult, így lehetőségei szűkebbek, azt mondja, mindenfajta munkalehetőség érdekli. Én azt mondom, hogy a bolti eladótól, az operátorig, a gépkezelő, minden, ami gyakorlatilag bármi, csak legyen valami, hogy ne otthon üljek. Az állásbőrze egy újabb lehetőség volt arra, hogy a munkát keresők megismerhessék a térség nagyobb cégeit. A hagyományos álláshirdetések sokszor nem érnek célba, viszont egy ilyen állásbőrze közvetlen lehetőséget kínál az ismerkedésre, a kapcsolatfelvételre. Ezzel a rendezvényel, egy ilyen helyszínnel mindenkit, minden társadalmi réteget, minden célcsoportot meg tudunk szólítani, tehát legyenek itt a pályakezdők, legyenek itt a szülés után visszatérő vagy visszatérni szándékozó édesanyák, meg hát egyáltalán legyenek itt azok, akik mondjuk váltani szeretnének, csak nem feltétlenül szeretik ezt kihangsúlyozni, hanem eljönnek egy ilyen kötött rendszerben, és tájékozódnak, egyáltalán fölmérik, hogy mik a lehetőség, mi a kínálat, és mit tudnak választani. Értékesítőket, tanácsadókat is kerestek ennél a standnál. Az egyik legismertebb hazai biztosítótársaság karrierépítési lehetőséggel csalogatja a leendő munkavállalóit. Mi elsősorban pénzügyi területtel foglalkozunk, biztosításokkal, befektetésekkel, és hát értelemszerűen olyan orientáltságú jelölteket várunk elsősorban, akiknek ez már alapképzettség szinten megvan, de természetesen várunk olyan jelölteket is, vagy jelentkezőket, akik szeretnék magukat fejleszteni, illetve képezni ebben a szakmában is. Bár a nyilvántartott álláskeresők száma több mint 17%-kal csökkent egy év alatt itthon, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 282 ezeren keresnek munkahelyet. Mégis elmondható, hogy bizonyos régiókban komoly munkaerőhiánnyal küzdenek a cégek, ugyanis továbbra is megfigyelhető a szakképzettek nyugat felé történő elvándorlása.